A foglalkozást az online térben valósította meg Elritók Nóra előadó. A továbbképzésen nem csak az iskolák tanítói, tanárai, hanem az óvodák dolgozói is részt vettek. Átlagos gyerekek számára szóló technikák ezek, nem pedig különleges tehetségeknek, és mi, mint tanítók, mindig nagyon nagy örömmel veszünk részt ilyen gyakorlati foglalkozásban. A képzések nem csak a pedagógusok számára fontosak, hanem az oktatási intézményeknek is, hiszen ezek az előadások teszik érdekesebbé a tanórákat. Egy tapasztalt pedagógus az mindenféleképpen, sőt a kezdő pedagógus is be tudja helyezni, vagy alkalmazni tudja ezeket a módszereket, mint a mai napon is a képzőművészettel kapcsolatban. Van tovább képzésük a képzőművészetén köröztül a különféle kompetenciáknak a használata a más tantárgyak keretében, mint például a magyar nyelv keretében. Az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete több településen is megszervezi a képzést. Nagy az igény az előadásokra. Zentán több mint 70 pedagógus vett részt a képzésen, mondta Bíró Orsolya, szervező. Az a tudás, amit itt ma megszereznek a pedagógusaink, már holnap beépíthető az oktató-nevelő munkába, hiszen a gyerekek nagyon szeretnek rajzolni, festeni, de viszont szükség van a képességeiknek, illetve a tehetségük fejlesztésére is. Az Egyesület a diákoknak is szervezett egy tanfolyamot a Vajdasági Tehetségsegítő Tanácson keresztül, ahol 4 általános iskola diákjai vettek részt. 63 gyerek vett részt ezeken a foglalkozásokon, 3 különböző témát és különböző technikákat dolgoztunk fel a gyerekekkel. Ennek egy nagyon kicsi töredékét lehet itt most látni. Az évközi továbbképzés az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a Zentai Turzó Lajos és a Petőfi Sándor általános iskolában valósult meg.